Az, hogy 28 iskolát kerestünk meg, és 28 iskola mondta azt, hogy nem, ez nyilvánvalóan ez mutatja azt, hogy ez a helyzet gyakorlatilag megoldásért kiállt. Sári robotterápián vesz részt. Ezek a gépek abban segítenek neki, hogy kialakuljon a megfelelő járásképe. Én azt láttam, hogy sétáltál. Jól láttam? Azt láttad, és járókeretem van. Igen, járókereted is van, és a robotban is sétáltál. Sári koraszülöttként 6,5 hónapra jött világra. De nem egyedüli baba volt. Van egy ikertestvére is, Léna. Mindkettejük állapotát a cerebrális parézis fogalommal írták le az orvosok. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy éretlen, sérült idegrendszerrel születtek. Hetekig küzdöttek az életükért. Fel kellett készülni 3 héten keresztül gyakorlatilag annak a 3 hétnek a minden napján arra, hogy nem tudjuk, hogy hogyan fogunk innen tovább menni, vagy hogy fogunk-e tovább menni. Igen. Azóta 8 év telt el. A lányok rengeteg fejlesztésen vettek részt. Kijárták az óvodát, és tavaly elkezdték az iskolát is. Az integráló, azaz sérült gyerekeket is befogadó intézményben azonban sok probléma adódott. Az egyikőjük esetében az, hogy a tananyaggal nem tudta tartani a tempót, tehát túl gyors volt neki, és hogy lassabb tempóra volt szükség, több ismétlésre. A másikuknál pedig, amivel mi az iskola kezdésnél szembesültünk, az a beilleszkedési zavarok, ami hát igazából abban nyilvánult meg, hogy hiperaktivitás, nem tudott az órákon megülni egy helyben, ki kellett járkálnia. Ezután az iskola azt tanácsolta Melindáéknak, hogy keressenek másik intézményt. A lányokat pedig sajátos nevelési igényű gyerekeknek nyilvánították. Fedelden ez kapuban elengedem. Innen indulsz Pentre. Le, elengeded. Kapuvonal, elengeded. Most Krisztina tanítja Sárit és Lénát otthon. Nagyon könnyűnek gondolom a velük együttműködést, viszont előfordul, mint minden fiatal kis elsős gyereknél, hogy a figyelmetlenségből adódó problémák miért lassabb a tempó. És azt gondolom, hogy az iskolában is ezért találták meg kevésbé a számításaikat. 3. Én nem akarok. Nyitunk ki még. Mennyit nyitunk ki hozzá? 2. Ne nyissunk ki 2-t. Nyithatod az én kezemen is, de a tiéden is. 2. Ez mennyi lesz? 2. Mennyi lesz? Így van, 5. Ez alatt az édesanyjuk folyamatosan iskolát keresett számukra. Egyet az illetékes szakértői bizottság is kijelölt. Kipróbálták, de nem működött. Melinda összesen 28 intézményt keresett meg. Voltak közöttük állami, magán, alapítványi és gyógypedagógiai iskolák is. 9 hónapig nem talált olyat, amelyik felvette volna a lányukat. Volt olyan indok, hogy az iskola, tehát hogy a csoport létszám miatt, tehát telített volt már az osztály, nem tudták fölvenni őket. Volt olyan indok, hogy kisebb csoportba tudják őket javasolni, és az ő oktatásukat hatékonynak látni, mint amit ők ajánlani tudnak, vagy mint ami náluk működik. Jaj, oda! Pici, nyúlik! Magasra föl, még magasabb. 2 út van, ami elég fekete-fehér. Vagy integrálsz, vagy szegregálsz. És a 2 között nincs meg a mesdje, nincs meg az a középút, aminek igenis meg kellene lennie, mert rengeteg olyan eset van, és egyébként a miénk is ez az eset, hogy a 2 közé esik. És azok a gyerekek és azok az esetek, akik ebbe a 2 közötti helyzetbe esnek, nagyon nehéz helyzetbe kerülnek abban a tekintetben, hogy megtalálják azt az iskolát, ami tényleg jó lesz nekik. A lányokat végül egy alapítványi iskola vette fel, ahol másodikosok lesznek. Léna, te mennyire leszel huncut az iskolában? Nagyon. Nagyon huncut leszel? Sári és Léna esete nem egyedi.
A TASZ jogvédő szervezethez évente több tucat megkeresés érkezik szülőktől azzal, hogy nem találnak megfelelő iskolát a sajátos nevelési igényű gyermekük számára. Lehetőség van arra, hogy adott fértékos gyermekeket egy intézmény ne lásson el. Nem állami kötelezettség az, hogy minden intézmény minden gyermeket ellásson, és pontosan ez szüli a diszkriminációt az egyéni esetekben, amikor nincsen megfelelő intézmény, és az iskolának nem kell felvennie egy fogyatékos gyermeket. A TASZ szerint a probléma egyik gyökere az, hogy nincsenek árnyékpedagógusok, vagyis olyan szakemberek, akik kifejezetten az esenis gyerekeket segítenék az oktatási intézményekben. Ezért sok sajátos nevelési igényű gyerek ma nincs a helyén. Azaz magántanuló vagy szegregált intézménybe jár akkor is, ha integrálható lenne. Nekünk elsősorban az a tapasztalatunk, hogy a szakemberek ők próbálnak megoldást találni és a legjobbat kihozni a helyzetből, viszont a fenntartók részéről van egy folyamatos hárítás, ide-oda küldözgetik a szülőket, mert az ellátórendszer a legkisebb ellenállás felé próbál mozdulni. A TASZ jogásza szerint a megoldás az lenne, ha az intézmény kijelölés feladatát nem a szakértői bizottságok, hanem a tankerületi központok látnák el. Ha a tankerületi központnál lenne ez a feladat, és lenne egy mechanizmus, hogy jelezni tudja a fenntartó felé azt, hogy egy gyermeknek az ellátása nem megoldott, akkor hogyha van rá politikai akarat, akkor lehetne új kapacitásokat létrehozni, új osztályokat, új szakembereket felvenni. Jelenleg nagyon sokszor láthatatlan marad az, hogy a gyermekeknek az oktatása nem megoldott. Magyarországon évről évre egyre több gyereket minősítenek sajátos nevelési igényűnek. Csak az elmúlt tanévben majdnem 5000-re nőtt meg a számuk. A magyar közoktatásban így már közel 100 000 sajátos nevelési igényű gyerek tanul. Futóversenyen vagyunk!